Tavaly nyáron hagyományteremtő szándékkal szerveztek kulturális és gasztronómiai nemzetiségi napot Olaszon. Akkor a német és a horvát közösség is 3-3 nemzetiségi önkormányzatot hívott meg. Idén, június 25-ére szervezték a helyi horvátok és németek közös programjukat, és már 5-5 településről hívtak meg nemzetiségi önkormányzatokat a rendezvényre. Ha a horvátok mennek valahova kirándulni, akkor jönnek velünk a németek is. Itt nincs az, hogy külön horvát-német. Ők is jönnek velem, vagy velünk a horvátokkal, misére, vagy bármilyen rendezvényre jönnek a németek, és fordítva is ugyanúgy lehet menni is, ha a németek szerveznek, akkor bárki mehet. Egy gasztrorendezvényel készültünk, meghívtunk szomszédos önkormányzatokat, és mindenki főzte a saját ételét. Itt voltak nagykozárból, birjánból, szederkényből, kátolyból, és ugye a horvát kapcsolatunk, és két horvát kotlicsár, illetve főző, aki jött, főzte a nagy adag ebédet 200 főre. Znači, mi smo došli iz hrvatskog dijela Baranje, selo Gajić, općina Draž, udruga vinogradara i vinara Martinovo Brdo, etno selo Gajić, a došli smo sa jednom jako lijepom namjerom dugogodišnje suradnje sa hrvatskom samoupravom Olasa. Evo, ove godine slavimo 14 godina gdje ćemo svečano potpisati povelju i jako sam sretna da smo se povezali mađarski dio Baranje i hrvatski dio Baranje kroz kulturu, kroz tradiciju, kroz gastronomiju, kroz enologiju, znači hrana, vino i svakako i turizam. Filákovics István, a Mohács Nemzetiségi Néptánc Együttes vezetője, egyik koreográfiájában a sváb sokac vegyes házasságot vette alapul, ezt adták elő a nemzetiségi napon. Miután ez itt most horvát és német nap, mi egy olyan számot hoztunk ide a sváb sokac lakodalmasunkat, ami nem érsz teljes most, mert nagyon sokan nyaralnak, diplomaosztón vannak, államvizsgáznak, de azért egy bizonyos létszámmal itt vagyunk. Tehát ez azt hiszem most itt pont aktuális egy horvát német napon, egy sváb sokac lakodalmas, egy saját koreográfiánk, örömmel vállaljuk a fellépéseket. Ide külön eljöttünk, mert a egyik főszervező a Rosingerni, aki nekem csak Ruzsics Anni, osztálytársam volt középiskolában, és így nagyon szívesen jöttünk ide. Hát sokat készültünk, már régóta tanuljuk ezt a táncot, sokat elő is adtuk már. Én jelen pillanatban a sváb hűfének a párja vagyok, igazából én fogom őt segíteni valamennyire a koreográfia alatt, hogy ő tudja a szerepét csinálni. Segítek majd a mennyasszonynak felöltözni, elbúcsúztatni, és részt veszek a lakodalomban, a mulatságban is. Remélem egyszer én is megtapasztalhatom azt, hogy én is a vőlegény szerepébe lépek majd. Egyébként a családom is sokat, én is sokat származású vagyok. Ez a ruha is rajtam, nagy része a nagyapámé volt, ez pedig egy bőféjé, úgyhogy elég közel áll hozzá. A horvát származású operettének Gyurics István is fellépett a szép számú közönség előtt. Zsarani pámé,